Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. A romániai tanügyi rendszer átfogó reformjára van szükség, kongatták meg a vészharangot a román oktatási szakemberek, akik a 2018-as PISA felmérés lesújtó eredményével támasztják alá az érveiket. Felvidék. Az Eperjesi Egyetem Társadalomtörténeti és Kultúrtörténeti Kutatóközpontja Egyház és Vallás a Kora újkori Magyarországon címmel rendezett kétnapos nemzetközi konferenciát Eperjesen. Vasárnap óta ismét emléktábla emlékeztet arra, hogy Damjanich János honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanok egyike, 1848-ban több mint 4 hónapot tartózkodott a vajdasági Óbecsén. Az avató ünnepségre a tábornok születésének napján került sor. Híreink bővebben. A romániai tanügyi rendszer átfogó reformjára van szükség, kongatták meg a vészharangot az oktatási szakemberek, akik a 2018-as PISA felmérés lesújtó eredményével támasztják alá az érveiket. A felmérésen az elmúlt 9 év legrosszabb teljesítményét érték el a romániai diákok, akik a vizsgált területeken az átlag alatt teljesítettek, emellett nőtt a funkcionális analfabéták aránya is. A kerettantervek modernizálásában, a pedagógus képzés megreformálásában, az értékelési és oktatási módszerek változatossá és hatékonyá tételében látja rövid és középtávon a közoktatás problémáinak megoldását a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Az országos elnökség PISA felmérések eredményeivel kapcsolatos szakmai vélemény nyilvánításában azt írják, a korszerű a 21. századi oktatásnak immár nem a tananyag számon kérésére, a lexikális tudás ellenőrzésére, az információ átadás központú oktatási gyakorlatra kell alapoznia, hanem a PISA felmérés által is fontosnak tartott alapkompetenciák fejlesztését kell céljának tekintenie, amelyek a mindennapi életben való boldogulást, az eredményes továbbtanulást szolgálják. A tanügyet magát nem lehet ötödik keréknek tekinteni, mert igenis abban a szekérben nagyon nagy szerepe van, amelyik próbálja a társadalmat előre vinni. Ezt már Murvai László nyugalmazott tanügyi főtisztviselő mondja, aki szerint a változtatáshoz komoly, átfogó reformra van szükség, hisz több évtizedes rossz beidegződéseket kell kitörölni. A tanügynek az átstruktúrálásáról van szó, és ezért nem történik Romániában semmi, mert nagyon nagy befektetés kellene. Az, hogy a tartalmakat, azokat revideálják. És itt, hogyha az ember arra gondol, hogy a világ már régen sajátos megoldásokat alkalmaz, amelyeket ilyen kulcs problémáknak a megoldásával lehet csak egyáltalán terítékre hozni. Murvai László egy új tanügyi terv kidolgozásában látja a probléma megoldását, amelyet szerint az óraszámok csökkentése kellene kövessen. A felmérés eredménye jól tükrözi, hogy a romániai diákok milyen képességekkel rendelkeznek. Ismerte el híradónknak Magyari Tivadar, az RMDS oktatási főosztályának vezetője. Tehát nem lesz valószínű egyik napról a másikra, sőt egyik ilyen mérésről a másikra valamiféle lényeges változás, de el kéne indulni ezen az úton. Az információt kéne a tananyagban csökkenteni, és teljesen fel kéne adni azt a módszert, hogy előre megírt, lediktált szövegeket próbáljanak annélkül, hogy az értelmén elgondolkozzanak, visszavárni a tanulóktól. Az országban több mint 5000 diák töltötte ki a PISA-tesztet. Szövegértésben 428 pontot értek el, szemben az országok 487 pontos átlagával. Az alkalmazott matematika területén elért pontok száma 430, míg a felmérés átlaga 489. A természettudományokban 426 pontot ért el a romániai diákok teljesítménye, az országok általa 489. A teszt eredményeiből ugyanakkor az is kiderült, hogy 40-ről 44%-ra emelkedett a funkcionális analfabéták száma, tehát azoké, akik tudnak írni és olvasni, de nem értik meg a szöveget. PISA felmérések eredményeivel kapcsolatos szakmai vélemény nyilvánításában azt írják, a korszerű a 21. századi oktatásnak immár nem a tananyag számon kérésére, a lexikális tudás ellenőrzésére, az információ átadás központú oktatási gyakorlatra kell alapoznia, hanem a PISA felmérés által is fontosnak tartott alapkompetenciák fejlesztését kell céljának tekintenie, amelyek a mindennapi életben való boldogulást, az eredményes továbbtanulást szolgálják.
Felvidék, az Eperjesi Egyetem Társadalomtörténeti és Kultúrtörténeti Kutatóközpontja Egyház és Vallás a koraújkori Magyarországon címen rendezett kétnapos nemzetközi konferenciát Eperjesen. A hírek.sk beszámolója. Az Eperjesi Egyetem Társadalomtörténeti és Kultúrtörténeti Kutatóközpontja Egyház és Vallás a koraújkori Magyarországon címmel rendezett kétnapos nemzetközi konferenciát Eperjesen. Magyarország története, a Szlovákia története, a történelem közös, azzal nem lehet senkinek semmit csinálni, és ha valaki akar foglalkozni a Szlovákia múltjával, akkor Magyarország múltjával foglalkozik, és így nagyon jó kapcsolataink vannak már évtizedek óta a magyar-magyarországi történészekkel. A vallási hovatartozás az egyik legjelentősebb része a kultúrának. Az egyház, gondolom, az a legfontosabb tényezője, amely azt állapítja, hogy milyen kultúrához kitartozik, milyen civilizációhoz. Hát az igaz, hogy mi ugyanak a nyugat-európai civilizációhoz tartozunk, de Közép-Európa mindig kicsit sajátos. A történelmi Magyarország területén is hatással volt az egyház fejlődése és a vallási hovatartozás a társadalom formálására. A reformáció tanai a középkorban már használatos képi üzenetek közvetítési módszerét újraértelmezték, mely sok esetben képrombolást, azaz a képek, szobrok, templomból való eltávolítását eredményezte. A történelmi tájegységeken Erdélyben, a Tiszántúlon és Felső Magyarországon különbözött a probléma megítélése. Ebből a legérdekesebb épp ez a felső magyarországi rész, az, hogy hogyan tudott a középkori kulturális örökség, a műkincsek hogyan tudtak fennmaradni, miért nem estek áldozattól a képrombolásnak, miért nem értelmezték őket át egy olyan korban, amikor a képekhez talán kritikusan is viszonyultak. És ebből a szempontból ez úgynevezett Felső Magyarország különbözik a Magyarországnak a magyar lakta központi részétől, ami ugye a történetileg a hódoltság és a Tiszántúl, és különbözik Erdélytől is. Itt megvannak a gótikus szárnyasoltárok, máshol ezek nem tudjuk pontosan, hogy miért és hogyan, de eltűntek, elvesztek. Ez a polgári józanság és a helyi közösségeknek a normalitása, hogy ami értékes, amit az őseiktől örököltek, azt nem teszik tönkre, nem dobják ki, nem rontják el, hanem megőrzik. És ebben az értelemben ez számunkra is lehet egy morális üzenet, hogy hogyan kell a kincseinkkel bánnunk. A koraújkorban a reneszánsz humanizmus és a reformáció is hatással volt a kultúrára. Míg az első az ékesen szóló bölcsembert állítja a középpontba, az utóbbi Krisztust és a hívő, bölcs és ékesen szóló embert formálja meg. A reformáció a hét szabad művészetnek nevezett tudományágok közül a grammatikát, a rétorikát és a dialektikát is átvette és beépítette az igei teológiába és az oktatásba. Az első reformátorok alapos humanista műveltséggel rendelkező plebánosok voltak, tehát onnan indul végsősorban a reformáció, de a lényegét azt nem sikerül átvenni, mert teljesen különbözik a kettő. Nem beszélve arról, hogy a reneszánsz humanizmusból igen-igen sokat profitált a reformáció. A lényegét illetően nincs hasonlóság közöttük, viszont a reformáció igen-igen sok területen felhasználta a humanista örökséget. A reformáció mellett a cseh és a magyar protestánsok egymásra utaltsága is a konferencia témái között szerepelt. Ezt a történelem többször alátámasztotta. Elég az üldözött cseh protestánsok magyarországi pasztorálását, vagy a magyar református lelkészek csehországi és morvaországi misszióit említeni. Ezeket a kapcsolatokat azért is ki kell jobban kutatni, és azért is sokkal inkább be kell emelni a köztudatba, mert a mi református lelkészeink a 20. század második felében Prágában tanultak. A mostani Károly Egyetem evangélikus hittudományi karán. Ott, ahol szükség volt éppenséggel a tanokra, ahol szükség volt az emberre, adott esetben lelkészre vagy tanítóra, akkor ott mindig megtalálták egymást. És ami ennek a missziónak egy meghatározó szempontja volt, hogy ahol hiányoztak például imádságos könyvek, vagy akár a későbbiekben énekes könyvek is, vagy olyan jellegű hitmélyítő iratok, azok éppen mondjuk a szikszai féle imádságos könyv csere való fordítása, és ugye ilyen módon a cseh kezébe, a cseh protestánsoknak a kezébe adás, hogy legyen valami fajta hitmélyítő iratjuk, ez már egy olyan jellegű előrehaladást mutat, amely igenis azt mutatja, hogy a bajban ismerszik meg igazán a testvér, a hittestvér különösen,
és ennek a nyomai azért óhatatlanul megvannak évszázadokon keresztül ebben a kapcsolati rendszerben. Az egyháztörténeti konferencián felvidéki, magyarországi, erdélyi, lengyelországi, csehországi és ausztriai történészek és teológusok összesen mintegy 60 előadása hangzott el, amiket az egyetem kétnyelvű szlovák-magyar antológiában is kiad. Vasárnap óta ismét emléktábla emlékeztet arra, hogy Damjanich János honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanok egyike 1848-ban több mint 4 hónapot tartózkodott Óbecsin. Az avató ünnepségre a tábornok születésének napján került sor a helyi tanemlékházban. És a Szentlélek nevében. Emléktáblát avattak vasárnap este Óbecsén. A Tán emlékház falán álló tábla Damjanich János aradi vértanú óbecsei tartózkodására emlékeztet. Az évtizedeken át a Városi Múzeum raktárában porosodó emléktábla eredetileg azon a Tán emlékház szomszédságában álló 1980-ban lebontott házon állt, amelyben Damjanich lakott. A tábla kihelyezését 1903-ban az Óbecsei Magyar Népkör kezdeményezte. Március 15-én avatták, majd utána vannak írásos emlékeink, hogy évekig megemlékeztek ők ott, majd később, amikor a népkör is ugye kifulladt, elhalt, akkor a megemlékezés is ott a háznál, a Damjanich főhadiszállásnál elmaradoztak. Damjanich több mint 4 hónapig tartózkodott Óbecsén, ahol a 3. zászlóalj kiképzése volt a feladata. Emlékeztetett Surányi Roland, az Óbecsei Városi Múzeum történésze. Itt estek át a tűzkerességen is, méghozzá részt vettek Szent Tamás első és második ostromába. Damjanich leveleiből tudjuk, amit feleségének írt, hogy katonai hősen helytálltak, illetve nem vesztette egyetlen egy katonát sem. A tábornoknak szentelt emléktábla kihelyezését a Magyar Nemzeti Tanács támogatta. Itt Óbecsén mutatta meg, hogy mennyire fontos, mennyire jelentős, hogy egy olyan hadsereget hozzon létre, megerősítve az itteni önkénteseket, amely, ha világos nem következik be, képes lett volna, azt hiszem, hogy még csodákat tenni. Damjanich Jánost sorstársaival együtt Aradon végezték ki 1849. október 6-án. Átmeneti létszámhiány miatt a megszűnés fenyegeti a rozsnyói járásban lévő Kecső magyar nyelvű iskoláját, amely nem csak a falu jövője, hanem egyben a helyi magyar fiatalok megmaradásának a záloga is. Átmeneti létszámhiány miatt a megszűnés fenyegeti a rozsnyói járásban lévő Kecső magyar nyelvű iskoláját, amely nem csak a falu jövője, hanem egyben a helyi magyar fiatalok megmaradásának a záloga is. A helyzet sajátossága, hogy az elmúlt években jelentősen megugrott a születések száma a kisközségben, így a néhány szűk esztendő után újra gyerekzsibongástól lehetne hangos az iskola udvara, feltéve, ha az addig nem zár be. Nagyon nagy kihívás előtt állunk, mert ilyen helyzetben még községünk nem került. Alacsony létszám az iskolában, óvodában. Magyar nyelvű iskoláról van szó, és természetesen önkormányzati szinten mindent megteszünk azért, hogy ez az iskola még megmaradjon. Én legalábbis, mint polgármester, azon fogok dolgozni, hogy a 2-3 évvel ezelőtt született gyermekek is élvezhessék azt az előnyt, hogy helybe sajátítsák el azokat az alapismereteket, amelyek szükségesek az élethez, és nagyon boldog lennék, ha azok a gyermekek is Kecsőbe szerezhetnék meg ezeket az ismereteket, úgy, hogy nem kell korán kelni, nem kell stresszelni, és szellemileg is tudnának helybe fejlődeni, úgy, ahogyan azt ezek előtt is tettük. Amennyiben megszűnne a magyar iskola a településen, a szülők egy része bizonyosan a közeli Pelsőci-szlovák iskolába vinnék a gyerekeket. A Magyar Patrióták közösségének képviselői tavasszal jártak a faluban, ahol megismerkedtek a települést érintő gondokkal, kiemelten az iskola helyzetével. Ennek eredménye, hogy a Nemzeti Összetartozás programja keretében a Magyar Patrióták közössége idén a Kecsői Magyar Kisiskola megmentéséért hirdett összefogást. December 12-ére jótékonysági estet szerveznek a budapesti Dunapalotába, ahol Pál István szalonna és bandája ad koncertet az iskola megmentéséért. Tavasz folyamán szinte váratlanul jöttek be hozzánk az osztályban. Épp angol nyelvű óránk volt, amikor 4 férfi a patrióta képviseletében megjelent.
és a gyerekekkel beszélgettek, kérdeztek az iskolai életről, sőt a gyerekek még egy angol nyelvű párbeszédet is előadtak, amire ők tetszésüket nyilvánítottak, és mondtak, hogy még több magyar iskolát is meglátogatnak a felvidéken, és mi nem gondoltuk, hogy a szerencsések közé fogunk tartozni még akkor abban a pillanatban. A településen az óvodát és az iskolát gazdasági megfontolásból már évekkel ezelőtt egy épületbe mondták össze. A főutcán álló épület a magyar kormány támogatásának köszönhetően a tavalyi évben teljes felújításon esett át. Megnyitott a kapuit a téli vásár, vagy közismertebb nevén a Winterfest Szabadkán. A rendezvényen csaknem 90 árus állította ki, főként kézműves termékeit. A húsárútól kezdve a sálakon és sapkákon keresztül a forralt bórig szinte minden megtalálható, ami egy hangulatos téli vásárhoz szükséges. Kürtős kalács és forralt bor, minden karácsonyi vásár elengedhetetlen része. A szabadkai Winterfesten azonban egyéb különlegességek is kaphatók, mint amilyen a csurosz. Fán különlegességet készítünk belga csokoládéval, és hát bízunk benne minden évben, hogy sok látogató látogat el a téli vásárba. Siszár Jenő már annyira várta a Winterfestet, hogy ezúttal még az otthon melege is csak a második helyre szorult. Most jövök Szegedről, és nem is mentem haza, hanem mindjárt jöttem a vásárba, nagyon tetszik, és nagyon jó, hogy minden évben megszervezik. Ez nagyon jó, hát különösen jó a forralbor, a mézes pálinka, a hurka kóbász, meg a sütcsülök, ezt nagyon szeressük. Csak hiányzik, még a cigánzen, ez nagyon hiányzik Szabadkára, de majd drukkolunk, hogy legyen az is. A téli vásárt Bumfort Tivadar a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke nyitotta meg. Szabadka egy keresztény város, egy keresztény gyökerekkel rendelkező város, és a lakossága lélekben készül a karácsonyra, Jézus születésére, függetlenül attól, hogy december 25-én vagy január 7-én ünnepli a karácsonyt, de mindenkinek ez nagyon fontos. Az ünnepélyes megnyitón Deján Jubiszárvjevics, a rendezvény szervező Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat igazgatója is részt vett. Az ételkülönlegességektől kezdve a meleg sálakon és kesztyűkön keresztül egészen az újévi és karácsonyi díszekig mindent kínálunk. Remélem, hogy ezt a tradíciót folytatni tudjuk, ez most a 9. Mindenkinek kellemes karácsonyi és újévi ünnepeket kívánok. A téli vásár egészen január 13-áig várja az érdeklődőket Szabadka központjában. Szatmár megye a magyar irodalom számos kiemelkedő alakjának volt bölcsője. Itt született például Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Kafka Margit, de nem csak ők voltak nagy hatással a térség irodalmi életére, hanem például Gellér Sándor költő, műfordító is, akiről minden évben születésnapjához december 11-éhez legközelebb eső hétvégén vers és prózamondó versennyel emlékeznek meg. Egyes irodalomtörténészek sajátos stílusát és látásmódját az Adyéhoz hasonlítják. Ebben a Szatmár megyei iskolában Mikolában tanította példátlan lelkesedéssel a magyar irodalom szeretetére és a szép magyar beszédre a gyerekeket Gellért Sándor költő. Az ő emlékét idézték fel hétvégén. A rendezvény, ahogy a szervezők mondják, idén hazatalált és Szatmárnémetiből Mikolába költözött, ahol a költő 40 éven át élt és alkotott, miután hazatért a Doni csatából. Egy előrelátó ember volt, ez is bizonyítja a nagyságát, hisz nagyon sokat foglalkozott az ázsiai gyökerekkel, Ázsia befolyásával Európára. Talán sokan a 70-es, 80-as években ezt nem értették, de most ez nagyon-nagyon aktuális. Tehát látnok volt a maga módja, mint minden nagy írónk és költőnk. És nekünk, Szatmáriaknak nagyon fontos, hogy életben tartsuk ezeket a kultuszokat. Az ő emlékére indították el 1990. decemberében a Gellért Sándor vers és prózamondó versenyt, amely két év kihagyással idén a 27. kiadásához ért. A szervező Árpád Egyesület, a Gellért Sándor Általános Iskola és a Literárt Egyesület szeretné minél inkább életben tartani emlékét és beemelni a köztudatba a verseny névadójának műveit. A Szatmárnémeti Református Gimnázium tanulója vagyok, és a költő maga is
diákja volt az iskolának. Sajnos nem tanulhatunk róla az iskolában, de én annál nagyobb szeretettel foglalkozok vele a mindennapokban, és tanulmányozom verseit. A szamaló versenyen minden évben részt vesznek az 1988-ban elhunyt költő gyerekei is, akik külön díjakkal is támogatják az ő szellemiségét továbbvívő versenyt. Műveiben ott arra tanít bennünket, minnyájunkat, hogy közösségé formálódjunk, legyünk mi is, mint ő volt egész életén keresztül, nemzetnevelő és nemzetmegtartó. Tehát a lényegben az ő életcélja ez volt. Egy szóval ifjúság. Seregi apró és hatalmas dolog, tény, folyamat, állapot. A verseny egyik fordulójára résztvevőknek kötelező módon az elszakított területekről származó írók és költők alkotásaiból kell választaniuk, ugyanis kiemelt cél volt a külhoni magyar irodalom népszerűsítése és a szép magyar beszéd iránti igény ébren tartása. A Kárpát-medence szintű vers és prózamondó vetélkedő érdekessége, hogy nem csak diákokat mozgat meg, a legidősebb szavaló 81 éves volt. Szombaton tartották a délbánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok 23. találkozóját. A szervező ezúttal a hertelendi falvai Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület volt. Több mint 200 fellépő színesítette a programot. A délbánáti karácsonyi találkozó több mint két évtizeddel ezelőtt indult el, azóta már hagyománnyá, szinte mozgalommá vált. A rendezvény ötletgazdája a tragikus körülmények között idén elhunyt Fischer János atya volt. Emlékére egy perces tiszteletadással kezdődött az esemény. Az idei összejövetel kezdetén Halász Béla, a szerbiai református keresztény egyház püspöke tartott karácsonyi köszöntőt. Fischer János akkori székelykevei plébánosnak az ötlete volt, hogy legyen ez a rendezvény, amely segíti megőrizni a hagyományait, a szokásainkat, hiszen a karácsony az egy örömteli ünnep, és sok népi szokás is tartozik hozzá. A rendezvényen több mint 200 fellépő mutatta meg tudását. Sikerült összeszedni a délbánátból a csapatokat, úgyhogy 14 csoport volt. Én pontosan most hány létszámban nem tudom, de körülbelül egy olyan 250-60 ember fordult meg itt a fellépők közül, és még, hogy úgy mondjam, hála Istennek sikerült, hogy Magyarországról is vendégek érkeztek. Bonyhádról a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének hagyományőrző csoportja érkezett Hertelendi falvára. Tavaly ugye Szlovákiában voltunk. Az idei évben meg nagy öröm számunkra, hogy eljöttünk ide. Meg tudtuk mutatni az Andrásfalvi székely betlehemest, hiszen a csobányolást, ugye bukovinai székelyeknél így mondják, ami pásztorjátékot jelent. Hát öröm számunkra, mert úgy gondolom, hogy egy másfajta ízt adunk. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke példamutatónak nevezte a rendezvényt. Ha megnézzük a mai napot, az, hogy drámajátékokkal, az, hogy énekes produkciókkal, az, hogy különböző saját hagyományvilágot megjelenítő színpadra alkalmazott produkciókkal jelentek meg az egyesületeknek a szakcsoportjai, akkor láthatjuk azt, hogy állandó a fiatalságot, az idős korosztályt, vagy vegyesen, de miként lehet itt építkezni a hagyományvilágból, és miként szükséges erre mindig példaként, erre mindig tiszteleteljesen tekinteni, mert ebből tudjuk tényleg a jövőt építeni. Az idei karácsonyi találkozón először rendeztek kirakodóvásárt, amelyen a különböző karácsonyi díszek, kellékek és más kézműves készítmények mellett hagyományos ételekkel is várták az érdeklődőket. Ennyi fért mai adásunkba, várom önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!